Csupán néhány nappal 75. születésnapja után Békés Csabára látogatott Kudlik Júlia, akinek neve egybefort a magyar televíziózással, nemzedékek nőttek fel műsorait nézve. Népszerűségét a Magyar Televízió egyik legismertebb tudományos ismeretterjesztő műsorának, a Deltának köszönheti. Jó estét kívánok! Kedves nézőink, tudományos híradónk mai rendkívüli száma rendkívüli élményt is kínál önöknek. A közelmúltban megrendezett esemény a Munkácsy Mihály Múzeum konferencia termében zajlott, ahol Sós Imre, a Zergei Fiúsági Túrasport Közhasznú Egyesület elnöke beszélgetett a televíziós műsorvezetővel, de a közönség soraiból is érkeztek kérdések. Sós Imre több éves álma válhatott valóra most, hiszen már régóta tervez egy beszélgetés sorozatot, melyen az egykori, szakterületükön kiemelkedő, ismert személyeket mutatja be. Az sem volt kérdéses, hogy Kudlik Júlia lesz az első vendége. Tulajdonképpen már régóta gondolkodom egy olyan beszélgetés sorozaton, ami arról szólna, hogy az egykori ikonikus személyeket próbáljam bemutatni, újra legalábbis, hiszen gondolj csak bele, hogy nagyon sok olyan személy van, hiszen újak jönnek, akikről megfelejtkezünk, sok esetben talán méltatlanul is kezeljük, és ezért próbálok elindítani egy olyan sorozatot, ahol ezeket a személyeket hívom meg, és hát nem kis megtiszteltetés számomra, hogy az első a Kudlik Júlia, aki a televíziós egyik legendája, vagy televíziós egyik legendája, és hát én próbáltam kis hiú szorgalommal készülni erre az estre, a kérdéseimet összeállítgattam, remélem, hogy a közönség is meg fogja kapni azokat a válaszokat, amikre kíváncsiak. Kudlik Júlia 31 éven át vezette a Delta című műsort, közben számos zenei, népművészeti vetélkedőn, mint amilyen a Nyílik a rózsa, Fölszállott a páva vagy a Repülj fába is láthatták a nézők. Alapító tagja volt az Iskola Televíziónak az Orosz Nyelvezkék rendező asszisztenseként. Egyik kedvence a Júli Suli volt, melynek szerkesztésében is részt vett. Az Állatok védelmében vagy a Gazdit keresünk című műsorok segítségével pedig több ezer állat találhatott új otthonra. Mégis úgy gondolja, hogy a véletlenen múlt csak, hogy a televízióban kezdett dolgozni. Én véletlenül lettem, aki lettem, úgyhogy ez nagyon hosszú történet, ebben nem kezdenék bele. Amikor én ezt elkezdtem, az én gyerekkoromban még televízió se volt, úgyhogy én nem tudtam erre felkészülni. Én igazából bohócnak, vagy később színésznőnek készültem, nem vettek fel a főiskolára, és véletlenül kerültem a televízióba. Ilyen 25. ügyelőnek, Hosszby Vitki, írja a kerléklistát, hív be a színészt, hoz egy pohár vizet, szóval körülbelül ezt csináltam. Amikor is, miután a főiskolán a harmadik rostavizsgán estem ki, nagyon sok helyre kaptam meghallgatásra szóló behívót, és nem mentem el sehova, csak a Magyar Rádióba, ahol bemondót kerestek. Igen, és akkor ott volt vagy 40 rostavizsga, az első után azt mondták nekem, hogy hát a maga hangja mögé egy 40 éves nőt képzel a hallgató. Püf neki. Azt meg sem mertem kérdezni, persze, hogy tessék mondani, mindegy, hát nem látnak, hát mindegy, hogy egy hang mögé itt képzelnek, 18 éves naív lányként, tudomásul vettem, és egyik nap hazamentem, és a Magyar Televízióból is kaptam egy ilyen behívót, de hogy megyek én el, hát még itt még látnak is ott, meg mit mondtak. És akkor azt a kollégáim előtt füstölögtem, hogy hát nekem semmi se sikerül, ez sem meg, az sem meg. Mondták, hogy na de legalább próbáld meg, hát ha meg se próbálod, se mész, ki se próbálod, egy tapasztalattal több, ha meg sikerül, sikerül. Hát így kerültem én oda, bemondó meghallgatásra, és így kezdődött a dolog. És hogyan szereted bele így a televíziózásba? Jó kérdés, én ezzel sose gondolkoztam, hogy szeretem vagy nem szeretem, nekem munka volt. Ez nekem munka volt, kőkemény munka és tanulás. Amikor én elkezdtem a televíziót, akkor még voltak követelmények. Kellett egy egyetemi diploma, kellett két nyelvből középfokú nyelvvizsga, és hat nyelven ismerni kellett a kiejtési szabályokat. Na most ugye 18 évesen volt egy érettségim, semmi egyéb, de megelőlegezték, hogy lesz nekem ilyen, ez mind meg lesz. És valóban meg is lett. 6 év alatt estén elvégeztem a bölcsészkart, letettem magyarból és spanyolból a középfokú nyelvvizsgát, és igyekeztem a kiejtési szabályokat is megtanulni. Ha valamit nem tudtam, akkor szaladtam, hívtam a rádiós kollégákat, és akkor segítettek. Ugye leginkább a Deltáról ismerik ma is ugye a kedves nézők, ugye a mi nézőközönségünknek is a nagy része biztosan emlékszik ugye a műsorra, de
Ezen kívül még ugye sok más műsorban is hát szerepelt. És melyik volt a kedvenc, vagy melyik állt önhöz a legközelebb? Ez úgy volt, hogy a Delta után, ugye én amikor a Deltát megkaptam, 64-ben voltam először képernyőn, februárban, és még abban az évben megkaptam a Deltát. És akkor egy hónapban egyszer jelentkezett a műsor. Én megkaptam ugye legépelve azt a másfél-két oldalt, ami ott az összekötő szöveg volt, és akkor fogtam és megtanultam, mert sokkal jobb face-to-face a nézőnek beszélni, mint egy papír mögé bújni, és csak a fejem tetejét látják. Azon kívül én semmit nem tudok megtanulni, könnyen tanulok, még ma is, de ha nem értek valamit, akkor én azt nem tudom megtanulni, se megjegyezni. Ezért aztán, ha valamit nem értettem, vagy nem tudtam, akkor utána néztem, vagy megkérdeztem, vagy elmentem, és szóval fölkészültem belőle. Ez valami óriási teljesítménynek számított, még nem volt súgógép, meg kamera se ilyen volt, szóval semmi nem olyan volt, mint ma. És úgy csodálkoztak, hogy én ezt megtanultam. Na a lényeg, ezt csak azért mesélem el, mert ez úgy tűnt, hogy sikerült megoldanom, és akkor jött a következő feladat, azt hiszem a Kodály énekverseny volt, amit Tamási Eszter kolléganőmmel, aki akkor már egy neves bemondó volt, felváltva csináltuk. És akkor az meg volt, akkor jött a Röpülypáva, Fölszállott a Páva, a Tándor Fesztivál, a sorba szépen ezek a műsorok, de hogy mondjam, mindig, én soha nem jelentkeztem, hogy valamit meg akarok csinálni. Bennem mindig megbíztak, mindig volt egy bizalom. Volt olyan műsor, amire azt gondoltam, hogy én ezt megcsinálni, mi táncdalfesztivált, színpadra kiállni, meg... De hát ha ők azt hiszik, hogy meg tudom csinálni, hát ki az a bolond, aki akkor nem követel mindent, hogy megcsinálja. Úgyhogy végül is nekem ez volt a szerencsém, az egyik. A másik pedig az, hogy a kedves nézők elfogadtak olyannak, amilyen vagyok. És én soha nem játszottam el semmit, én mindig, mindenhol emberként próbáltam reagálni a rossz híre is, a jó híre is, a verbális kommunikáción kívül ugye van nem verbális kommunikáció is, tehát nem tudom, engem valahogy ezért szerethettek meg a nézők, meg talán mert hiteles voltam, mert hogy amit gondoltam, azt mondtam és azt cselekedtem, és ez nagyon fontos, ami manapság bizony nem divat. És végül is hát azok voltak a kedvencek, meg a szívem csücske, mondjuk a Juli Suli, ami már azért elég, ugye a 90-es évek második felében került adásba, amit már magam szerkesztettem, írtam, tehát saját ötleteimet tudtam megvalósítani, borzasztó nagy munka volt, de ezek. Kedves nézőink, a mai menü borjújava Holstein módra pirított burgonyával, zeller és zöld babsalátával. Mivel kezdjük a munkát? Természetesen a zellernek az összevágásával. Én nem nézek televíziót 20 éve, mert sokkal fontosabb dolgaim meg elfoglaltságaim vannak, és ezzel nem foglalkozom, azon kívül én senkinek nem szeretnék se üzengetni, se bírálgatni, mert nem azért vagyok. És amíg nem tudom minden, nem tudom egy dolognak a több oldaláról megközelíteni és feltérképezni, addig hogy merjek én véleményt mondani? Nem lehet csak egy-két vélemény alapján ítéletet hozni, arról nem beszél, hogy nem minden fekete és fehér csak. Millió árnyalat van közben, és ugyanígy egy esemény vagy egy személy kapcsán is annyi minden lehet, ami befolyásol bizonyos dolgokat, hogy annak ismerete nélkül nagyon nehéz véleményt mondani. Hát persze vannak emberek, akik ezt megteszik, úgyhogy, de az az ő bajuk, nem az enyém. Így visszatérve még ugye erre az ilyen, hát nem is tudom, eseménydús hát életre vagy munkára, hogy lehetett ennyi helyen, vagy ennyi szerepkörben, nem is az, hogy szerepkörben, hanem hogy tényleg ilyen rengeteg sok témába egyszerre megfelelni. Hát én ezen sose gondolkoztam, de valahogy úgy lehet, hogy akkor csak másfél televízió volt. Szóval volt egy televízió, meg egy kettes csatorna, de hát akkor még nagyon kevesen voltunk, és tulajdonképpen senki nem tudta, hogy ezt hogy kell csinálni. Ebben nem volt se tankönyv, se videó, se semmi, hanem megpróbáltuk kitalálni. És az még akkor úgy zajlott, hogy mindenki szinte mindent csinált. Tehát én ott álltam nagy estélybe, tűsarkú cipőbe, kifrizurázva, és azt mondták, hogy vigyétek odébb azt az 500-est, és senki nem mozdult, akkor én fogtam, és a tűsarokban, nagy estélybe megfogtam az 500-as lámpát, és odébb vittem, mert ettől nekem nem esett le a korona a fejemről, se az aranygyűrű az ujjamról. Tehát ott mindenki azért dolgozott, hogy ami oda kerül a néző elé,
az tökéletes, hibátlan és kifogástalan legyen. És teljesen mindegy, hogy aki mögötte dolgozik, az mit csinál, meg hány csinálja, meg hogy csinálja. Mi akkor egyrészt kevesen voltunk, másrészt szerettük egymást, meg szerettük, amit csinálunk, meg avval élményt akartunk adni. Ezek szerint sikerült. Szóval akkor olyan volt, mint egy család, ugye ez igen, a környezet. Igen, igen. Én az az igazság, hogy én iskolába is imádtam járni, és ha korombelit meg fog kérdezni, mindenki azt fogja mondani, hogy szeretett iskolába járni. Mert engem szeretett az iskola, ami azt jelenti, hogy szerettek a tanáraim. A tanároknak szeretni kell a gyerekeket. Kedves nézőink, az Öltögető mai adásában egyenes vonalú szűk szoknyát készítünk majd, hátul egy hasítékkal. Három adásban készítjük majd el ezt a szoknyát. A mai első adásban Hisler Zsuzsa segítségével elmondjuk, hogy mi minden szükséges ehhez. Mindenek előtt egy szabás minta. Megkönnyíti ma már a dolgunkat, hogy kész szabás mintákat találunk a Burda újságban, vagy pedig a Burda szabás mintákat árusító boltokban. Rendkívül egyszerű ebből kivenni a szabás mintát, minek alapján választjuk ki, hogy melyik szabás minta alapján dolgozunk. Mindenek előtt a csípőbőségre van szükségünk, ez határozza meg, hogy mekkora szoknyát fogunk varni, tehát a szabás minta ennek alapján készül, még megmérjük a derékbőséget is, és a szoknya hosszára is szükségünk van. A megannyi televíziós szereplés után Kudlik Júlia ma már nem néz tévét, és ritkán szerepel. A legtöbben azt Forrák Katalin Kossuth díjas népdalénekessel közös előadóesteken láthatják. A közelmúltban ugyanis olyan lemezt állítottak össze, ahol Kudlik Júlia saját gondolatai hangzanak el, szeretetről, egyházi és világi megközelítésben is, ehhez kapcsolódnak az énekek. Akkor kell megszólalni, hogyha a mondani való értekesebb, mint a csönd. A Facebookról nem tudom, hogy micsoda, bár volt négy Facebook oldalam, nem én működtettem, a nevemben leveleket írkálnak, szóval annyi hazugság jelenik meg, hogy én abban nem folyok bele. A másik pedig az, hogy én tisztelt a kivételnek, megmondom, nem is ismerem, csak amit e-mailként megkapok Facebook dolgokat. Ez a Facebook, ez valami szeretetpótló, nem tudom micsoda, mert itt ki lehet teljesedni, mindenki ki lehet írni, itt lehet dicsekedni, itt lehet szerepelni. Én szerepeltem éppen eleget 40 évig nekem, nem ez a célom, akkor se az volt. És így módon, ha valami olyat tennék föl, ami mondjuk értékes, akkor meg letiltják, meg leveszik. Nem megyek én ebbe bele, azon kívül én eléggé hadilábon állok ezzel a mai technikával. Nekem telefonom is csak ilyen bunkófonom, nincs okos telefonom. Én akarok okos lenni, ne a készülék legyen az. És egyáltalán leszoktatja az embereket a gondolkodásról. De idefele jövet, ugye, micsoda ez a úti, micsoda GPS, igen. GPS-szel jöttünk, és már senki nem tud közlekedni, mert mindenkinek úgyis megmutatja, hogy merre. És ötször el akart minket téríteni, szerencsére Zolika tudta, hogy merre kell jönni. Hát ebbe én bele is bolondulnék. Úgyhogy nem szeretem, nagyon szeretem, mit mondjak, amíg segít. Tehát amíg engem utána nézek valaminek, és akkor azt megkapom az adatot, vagy nem kell menni a könyvtárba. Szóval ilyenekre nagyon jó. Nagyon jó, arra azért van Skype-om, hogy az összes családtagom szinte határon túlél, azokkal legalább tudok találkozni és beszélgetni. Vagy gyorsabb a levelezés, mintha postára megyek, meg bélyeget veszek, meg ma már annyiba kerül egy bélyeg, hogy az alatt 3 hónapig tudok e-mailezni. Tehát nem, és sokkal személyesebb, és sokkal hitelesebb. Egyébként, amiről nem beszéltünk még, és talán említeném, a hitelesség kérdése. Tehát az én népszerűségem nem csak a sok műsornak volt köszönhető, meg annak, hogy elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, mert valószínű azért fogadtak el, mert hiteles voltam. Az pedig azt jelenti számomra, hogy a gondolat, a kimondott szó és a cselekvés egy. Tehát amit gondolok, azt mondom, és aszerint cselekszem, aszerint élek. Hát manapság, igen, csak meg kell néznem, hogy kinek hiszek, meg mit hiszek, meg hova, mit, hány újságot kéne elolvasni, hány híradót kéne megnézni, hogy kapizsgáljam az igazságot. Azért van mi javítani, úgyhogy ezek olyan dolgok, amit feltétlenül szükséges lenne a mai világban is. És mivel tölti a mindennapjait? Én mióta nyugdíjban vagyok 20-19 éve, én azóta semmire nem érek rá, nekem annyi dolgom van,
Először is nagyon sokat olvasok. Hetente 2-3 könyvet kiolvasok. Van, hogy nagyobb lélegzetű, komolyabb munkák, akkor mellette olvasok novellákat, vagy mást. Mikor nyugdíjba mentem, akkor az volt számomra meglepő és fantasztikus élmény, hogy egy könyvnek van eleje, meg vége. Nem csak azt a 20 oldalt kell elolvasni, ami a felkészüléshez kell, hanem végig tudom olvasni. Hú, akkor rákaptam, hogy életműveket olvassak végig, tehát egy szerzőn, egy írónak lehetőleg időrendben megjelent munkáit végigolvassam, és ebben nagyon-nagyon nagy örömömet találtam. És van kedvence? Írom? Hát most éppen a Ludmila Ulickáját olvasom, és nagyon-nagyon jó írónak tartom, nagyon a hétköznapi emberek lőrére, a valódi hétköznapi emberi problémákról nagyon-nagyon jó. Meg belekaptam a jiddis irodalomba, hát az is nagyon érdekes. És most ilyen novellákat olvasok a Negedűs a háztetőn írójától, Sólem a Léhemtől. Azután megtanultam patchworkozni, tehát ilyen foltvarást, akkor megtanultam a goblen szövést, akkor most éppen a csipkeverést. Tehát mindig, hogyha egyiket megunom, tudom csinálni a másikat. Na, azon kívül vannak barátaim és vannak családtagjaim, úgyhogy velük is elég sok időt eltöltök, meg kertesházban lakom, ahol van mit tenni-venni, úgyhogy én nem érek rá. Egyszer szeretnék úgy 10 percig unatkozni. Milyen jó lenne, milyen lehet az, de erre nekem nincs időm. És milyen tervei vannak így a jövőre nézve? A terveket, azokat tervezni szeretem meg megcsinálni, és nem beszélni róla. Ki tudja még, mit hoz az élet? Mondom apukámnak az elméletét, aki azt mondta nekem, hogy kislányom, a férfi a család feje. A feleség, a férfi a család feje. A fej arra fordul, amerre a nyak fordítja, az meg az anyád. Úgyhogy erről ennyit, és a férfi az legyen férfi, a nő meg legyen nő, és maradjon meg annak. Egyszerűen másra születtünk, más a feladatunk az életbe. És soha nem foglalkoztam azzal, hogy most ő férfi, hogy ő nő, hogy ő most többet csinál. Nekem az volt a dolgom, hogy nő legyek egy férfi partner mellett, és tegyem azt a dolgomat, ahogy egy nő tenné vagy teszi. De én soha nem akartam férfi lenni, soha nem akartam főnök lenni, soha nem akartam dirigálni. És tulajdonképpen a riportereknek is, én nem tudom, mit tanítanak manapság ilyen médiaszakon, be kéne iratkozni, hogy hát tanulok valamit. De azon kívül, hogy van egy alapműveltség, tehát mondjuk egy diploma az elengedhetetlen, de attól kezdve kíváncsiság és tanulás és örökös olvasás és felkészülés kérdése. Tehát ezek olyan elengedhetetlen szakmai követelmények, amit és aztán a gyakorlatban lehet megtanulni. Hát én emlékszem, hogy folyton ott ültem, és a színészeket a próbaterembe lestem, a Honti Hannától a Kismanyin át a Mezei Máriáig, és lestem, hogy mit csinálnak, meg a kolléganőimet, és soha nem akartam senkit utánozni. Én mindig leszűrtem, hogy ezt ő így csinálja, hát, és soha nem voltam irigy, mi nem féltékenykedtünk egymást, nem furgat. Valaki jól megcsinált valamit, akkor jobban kell megcsinálni. És akkor nem az volt, hogy belerugok, vagy kiabálok rá, kígyod. Nem, állj oda és csináld meg, és majd a tetteid igazolna. Szóval akkor nem volt ilyen érvényesülésbeli egyenlőtlenség? Vagy nem, és akkor mondom, nem csak követelmények voltak, hanem megvolt egyfajta ranglétra is, mint ahogy ma is az orvosoknál, ügyvédeknél, vagy bizonyos foglalkozásoknál ma is megvan, mert hogyha nem tanulja meg az alapokat, akkor abból nincs, amire építsen. Tehát nálunk úgy volt, hogy először csak délelőtt iskola televíziós adásokban konferáltunk, ahol egyszer megszoktuk azt, hogy piros lámpa kigyullad, és akkor beszélni kell. És akkor csak azt mondtuk, hogy fizika óránkat látták, 10 óra, 20 perc, matematika óra következik. És ezt mondtam 3 évig, reggel, délután, amikor iskola televízió. Utána bekerültem mondjuk egy hétköznap délelőtt. Hát akkor ott már más műsor is van, nem csak iskola. És akkor, mit tudom, utána jött a vasárnap délelőtt, ami már ünnepnap, amikor sokkal többen nézik. Utána jött a szombat délelőtt, ami hasonló. Aztán jött a vasárnap délután, a szombat délután, utána jött a hétköznap este, és utána jött a hétvége és az ünnepnap.
És akkor így az ember beleszokott, nem mindjárt belelőtték a mélyvízbe, meg a mai világban csak az az öt ember ugrál minden képernyőn, minden nap. Mikor készül az fel? Mikor piheni ki magát? Mikor tud az utána nézni bárminek? És nyilván ez azért van, mert nagyon sok pénzt kapnak, gondolom, nem tudom mennyi pénzt kapnak, de biztos sok pénzt kapnak, és azért meg kell dolgozni. De egyszerűen nincs feltöltődési lehetősége, és arra nem gondolnak, hogy akármilyen csinos valaki, akármilyen jól öltöztetik, akármilyen frizurája van, egy idő után megunják, hát sok. De ez az én bajom és az én véleményem, úgyhogy én ezt gondolom, hát nem biztos, hogy jól gondolom, de... Milyen érzés volt az, hogy ugye a kamerába kell beszélni, az egy végtelenül személytelen dolog. Ez egy jó kérdés. Igen. És ugye otthon a nézőközönség reakcióit, azt ugye nem lehet látni. Bizony, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, azért is, mert én ezt valahol nyilatkoztam is, hogy én 40 évig ebben a ronda fekete csőben néztem, ahol senkit nem láttam, ahova senkit nem képzeltem oda, hanem csak néztem ebbe a csőbe. És ez tulajdonképpen akkor tudatosodott bennem, és közben nekem úgy kellett ugye viselkedni, hogy ott ülök a szoba sarkába, hát ott a pizsamába, a gatyába, ingbe, zokniba, papucs nélkül ülnek az emberek, és tulajdonképpen ez akkor tudatosodott bennem így, ahogy most elmondom, amikor az első lemez bemutatót megtartottuk, és ott nem, hogy fekete cső, hát ott ültek az orrom előtt az emberek. Jó, hát dolgoztam színházban, meg voltam én úgy színpadon, hogy ott voltak az emberek, de mondjuk a fekete csőnél semmiféle visszajelzés nincs. És ott meg azt láttam, hogy mondjuk a szöveget énekeli a Kati a dalokat, és egy ponton a saját szememmel láttam, az emberek feje elkezd megváltozni. Na most ez egy olyan katartikus élmény volt számomra, hogy mindaz, amit ott mi előadunk, az valamit kivált az ott ülőből. És akkor fogalmaztam meg azt, hogy tulajdonképpen az ott ülőknek a háromnegyed része az nem úgy megy ki onnan, mint ahogy bejött. Na most hát ennél nagyobb elismerés, dicsé, hát nincs az a Kossuth díj, nincs az a nem tudom milyen díj, ami ezt pótolja. Ez valami fantasztikus volt. Kár, hogy erre 40 év után, de megkaptam a jutalmat végül is. Beszélni és nyilatkozni is csak. Szóval én követem azt, hogy ha a mondani valóm értékesebb, mint a csönd, akkor kell megszólalni. Mert ha beszélek, csak arról tudok beszélni, amit tudok. Ha meg csöndbe maradok, akkor tanulhatok is valamit, nem?